Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel 3 napra szól, mert az energia nagyon hasonló. Mégpedig július 3-ára, 4-ére és 5-ére. A hold az indiai asztrológia szerint a Magha holdházban van. E felett a holdház felett Regulus csillag uralkodik. Regulus csillag az egy királyi csillag, vagy a királyoknak a csillaga volt a múltban. Ez utal a szívünkre. És ez azt jelenti, hogy legyünk tisztába azzal, hogy a szívünk olyan, mint egy kincses láda. És ha kinyitjuk ezt a kincses ládát, minden benne van, amit szeretünk, amit kedvelünk. Ez lehet a szerelem, a hivatás, a hobbi, a család, a természet. Tehát az a fontos, hogy azt tedd a napokban, amit a szíved diktál neked. A férfiak keresik a kapcsolatot, valami tisztázódik, nyitottan beszélnek érzelmekről, nyitottan beszélnek a terveiről. Lesznek sorsdöntő változások, a napokban tükröződik valami, ezt észre kellene venni, belenézni ebbe a tükörbe. Ezek lehetnek a lehetőségek. És lesznek nyitott beszélgetések, sok minden tisztázódhat a napokban. De van egy hamis nő a háttérben. Úgy figyelget téged, figyelget benneteket, nem jó indulatú, hiszen olyan dolgokat szeretne elérni nálad, ami félelmeket vált ki, bizonytalanságokat vált ki belőled. Különösen, ami a szerelmi életet illeti, hiszen ez a nő irigy, nincs jó szándéka veled kapcsolatban. Ha van egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit úgy éltél át, hogy itt voltak igazságtalanságok, és szeretnéd tisztázni ezeket a dolgokat is, most nem könnyű, hiszen nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb kéz, itt van egy húzavona, tehát várj még egy kis ideig, eltart, amíg itt rendeződnek a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!